Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Június 18-án kinyílik újra egy égi kapu a Plejádok felé. Ez egy finom energiamező, ennek van gyógyító hatása, itt kinyílik egy ajtó a spirituális területre. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul, e-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, erről beszámolok ebben a videóban. Az, hogy mikor van egy ilyen égi kapu nyílása, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Ebben a naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart, ez olyan, mint nálunk a hét. Az, hogy melyik nap, melyik hullámban vagyunk, erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ez a portál nap június 18-a, a második nap a 16. hullámban. Ez alatt a hullám alatt fontos, okos döntéseket kell hoznunk. Ez a hullám jelenti a múltat is, hogy visszagondolunk a múltra, vagy valami megismétlődik, vagy valaki gondol ránk, és visszatér a múltból. Amit ez a nap még jelent, ez a portál nap, hogy lesznek kapcsolatok, kihat a párkapcsolatra, és hogy stabilizálódik a helyzet, vagy mint említettem, valaki visszatér a múltból, és lesz újra kapcsolat. Ezen a napon előnyös, ha szerződéseket aláírunk. Ez lehet adásvételi szerződés, bérleti szerződés, vagy munkahelyi szerződés is. Ezen a portál napon Kában uralkodik. És Kában az jelenti a mi földünket, a természetet, az állatvilágot, a szépséget, a teremtést, az isteni beavatkozást, azon kívül Kában jelenti a tömjén illatát is. Tehát egy szertartást tartani ezen a napon nagyon-nagyon előnyös. Ami fontos még, hogy észrevegyük a környezetünkben a teremtést, ezt a szépséget, az ebben rejtett szeretetet, amit még jelenthet ez a portál nap, hogy tudatában legyünk azzal, hogy mi vagyunk a saját életünknek a teremtője. De oda kell figyelni a gondolatainkra, hogy legyenek szép tervek, és oda kell figyelni az érzelmekre is. Hiszen vannak negatív érzelmek, mint például félelmek, bizonytalanságok, féltékenység, bosszú, agresszió, ezek nem tesznek jót nekünk. Viszont ha a pozitív érzelmeket éljük, mint például a hála, a bizalom, a szeretet, akkor ez az alapja annak, hogy mi is megteremtsük azt az életünkben, amit szeretnénk, ahogy mi ezt elképzeljük. De nem csak a saját életünkre kell odafigyelni, hanem ez a kabán energia azt is jelentheti, hogy odafigyelni a mi földünkre, hogy tegyünk valami jót, a békéért, vagy figyeljünk oda a természet csodájára, hiszen ez az isteni alkotás, ez olyan, mint egy művészet. Legyünk ezért hálásak.
Összefoglalnám, hogy milyen témák vannak ennél a szertartásnál. A gyógyító erő, a spirituális terület, hogy áttegyük magunkat a negatív gondolatokon, vagy érzelmeken, hogy kialakítsunk jó kapcsolatokat, előnyös szerződéseket, hogy visszagondoljunk a múltra, és a szép emlékeket meg tudjuk őrizni, vagy a szép kapcsolatokat. Azon kívül jelenti azt is, hogy vegyük észre a természet szépségét. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy ha jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy megkereshetsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!